Bicske adott otthont a második Kordisz keresztény könnyűzenei ifjúsági fesztiválnak. A Kossuth téri színpadon egész nap koncertek zajlottak. A rendezvény ökumenikus jellegét erősítve bemutatkoztak a különböző felekezetek szervezetei, intézményei. A rendezvény részleteiről Szabó Imre főszervezőt kérdeztük. Kis idén újra itt vagyunk most itt a rendezvény reggelén. Hogy látod, mi lesz a mai napnak a vége? Hát a vége remélem az, hogy egy hatalmas nagy áldást kapunk a jó Istentől, és nagyon nagy kegyelmeket. Amit láthatom, már mögöttem felállítodott a nagy színpad, a kis színpad, a zenészek megérkeztek, a stáb gőzerővel dolgozik, tehát én azt mondom, hogy eddig minden úgy alakul, ahogy terveztük, és az remélem így is fog maradni. Beszéljünk egy kicsit az előzményekről. Mik voltak a szervezésnek a szempontjai, tapasztalatok, illetve hogy valósult meg ez a mai rendezvény? Tapasztalatunk az volt, hogy tavaly szeptember 10-én a Bicskén a Hősök terén voltunk, és kinőttük azt a helyet, azt kell mondanom, hál' Istennek elsőre. Tehát így most egy dupla nagy színpaddal, és már két színpaddal készülünk az ide látogató kedves testvéreknek. És a tapasztalatok az volt, hogy egy hiánypótló eseményt tudtunk itt Bicskén múltkor létrehozni, amit most folytatunk tovább, és remélem, hogy ez idén nem áll meg, hanem majd a harmadik Kordisz Fesztivál is megrendezésre kerül. De hogy jutottunk el ide a másodikig? Tavaly egyből az, amikor lezártuk a fesztivált, nem tudtunk a seggünkön maradni, egyből az volt, hogy mikor legyen a következő. És akkor már decemberben a jótékonysági adventi Kordisz Együttes jótékonysági koncertjén már kihirdettük, hogy május 6-a Bicske Kossuth tér. És onnantól egy folyamatos szervezés indult el. És ugye egészen tegnapig elméletben zajlott minden tulajdonképpen, hogy mi, hogy lesz, hogyan legyen. És akkor tegnap már elkezdett épülni mögöttem a színpad, az előtte való nagy partisátor, akkor már láttuk azt, hogy akkor kicsit úgy éreztük, hogy elkezdtünk izgulni, mert hogy most kezd megvalósulni az, amiért dolgoztunk tulajdonképpen több mint fél éven keresztül. Előzetes regisztrációk is voltak, és kik azok, akik segítettek ennek az egész mai rendezvény megvalósításában? Hatalmas nagy köszönettel tartozunk mind a polgármesteri hivatal környéken, Bicske polgármesteri hivatal, a művelődési központ, a Verbita atyák, akik nálunk a fenntartó atyák Bicske plébániát ellátják. Emellett egy 30 fő stábbal dolgozunk, szervező társam az egészben Weisenburger Lívia és a férje József, aki a hangtechnikáért felel kollégájával. Tehát ők azok, akik nélkül mi tulajdonképpen most nem állhatnánk itt a Kossuth téren. Egy biztos, még a második nem kezdődött, de a harmadik biztos, hogy lesz. Igen, terveink már vannak, ezen legyünk túl, és levonjuk a következtetéseket, és mi nagyon úgy szeretnénk, hogyha a Jóisten is úgy akarja, persze ezt ő fogja eldönteni úgy is, tehát ha ő úgy szeretné, akkor lesz jövőre is.